Szép estét kívánok, köszöntöm az esztendő utolsó Agrárinfójának nézőit. Karácsony közeleg, így aztán természetesen a beszélgetésünk középpontjában a halált, vendégem pedig Lévai Ferenc volt, az Aranypont ZRT vezérigazgatója, halország fejedelme. Advent idején ünnepi díszbe öltöztetjük lelkünket, asztalainkat is, hiszen a gasztrokultúra nagyon fontos szerepet játszik az életünkben ilyenkor nagy ünnepeink idején. És ennek fontos része a hal. Nagy sajnálatunkra Magyarországon a halfogyasztás nem nőtt. Továbbra is 6-6,5 kiló, ezért nagyon fontos, hogy essék szó arról, hogy a halgazdaságok mit tesznek, mit tehetnek azért, hogy ez a fogyasztás nőjön. Általában mi történik a mi halkultúránk, gasztrokultúránk körül? Hát amit mi tehetünk, az, hogy halat állítunk elő. A másik, ami sajnos nem annyira rajtunk múlik, az a fogyasztás. A fogyasztás pedig akkor tudna nőni, hogyha ebben a modern világban élnénk a modern eszközök. Ez a reklám és marketing. Amiről beszélünk, amit súlykolunk a vevőbe, amit a választékból kiemelünk valamilyen címszóval, az fog menni. Ezt mi pontosan tudjuk, sajnos a marketing eszközök nincsenek igazán a halászat kezébe, és nem tudunk azzal élni, amivel szeretnék. Én örülnék, ha most itten minden kedves vevőnket ingyen kóstoltathatnám, mindenkinek adhatnánk 100-an a receptfüzetet, minden csoportnak. A munkahelyeket el tudnánk látni kedvezményesen hallal vagy szóróanyagokkal. Nagyon fontos lenne az egészség szempontjából is, nyilván nem csak a termelő beszél most belőlem, az az ember is, aki minden nap halat teszik, imádom a halat, hála Istennek, és ennek minden jótékony hatását élvezem is. És hát meg kell nézni a tengerparti népeket, a nagy halfogyasztókat, a spanyolokat, meg kell nézni a portugálokat. Nem csak az a kérdés, hogy mennyi ideig élünk Japánban, élnek a legtovább, 81 év az átlag életkor, mert rengeteg 70 kilót tesznek tengerből, vagy tengeri származékú halat, vagy belső tenyészésből származó halat. A hal a legfontosabb tápláléka lenne a modern embernek. Átalakult az életritmusuk. Ez a fantasztikus motor, amit az emberi szervezet jelent, ennek az üzemanyag nagyon fontos, hogy miért kap. Mi egy érzékeny szerkezet vagyunk, és az érzékeny szerkezet már nem a kezével dolgozik, nem a lábával, nem a testével, a fizikumával, nem a vázrendszert terheljük, az agyunkat. Csak ezt. De ennek nagyon minőségi tápláléke. Olyasmi, mint hogy a traktor elmegy bármivel. De hát azért az esmerciben már nem az való, mint a traktorban. Nagy tiszteletet kérnék mindenkit arra, iktassuk az életünkbe bele egy héten egyszer a halat. Tessék pénteken halat enni. Amikor én még gyerek voltam, az nagyon régen volt, dacára annak, hogy abban a rendszerben éppen nem díjazták a böjtöt, azért a falu nagy része, Ercséről beszélek, az bizony ment le a bárkához, és ha a halászok halat voltak, már pedig körülött, mert minden csütörtökön mindenki egész éjjel halászott, három brigád halász volt Ercsébe, hogy legyen péntekre hal. Hát ha ezt a szokást egy kicsit visszavennék, nem többször, nem kell minden nap, mint ahogy mondjuk egy portugál teszi, vagy egy japán, nem minden nap, de minden héten egyszer fogyasszunk halat. Meg fogják látni, mennyivel kevesebb tabletta kell. A modern kor összes stresszét magunkra szedjük, és olyan üzemanyaggal tankoljuk ezt a fantasztikus motort a testünket, ami nem való bele. Az agyunk dolgozik, tessék azt etetni. Ahhoz olyan fehérje kell, amelyet a világon mindenütt pártolj mindenki, az a gastroenterológus nincs, aki a hal ellen egy szót tudna szólni. Ha csak nem a 6 éves óriás tengeri halak nehézfém és egyéb szennyeződéseit. És itt van egy csodálatos ország. Hát mi valamikor 300 évvel ezelőtt a magyar lakosság döntő többsége az Alföldön egy héten annyiszor evett halat, ahányszor akart. Óriási kiöntések, hatalmas vízterületek, csak a hal volt az, amit mindenki élhetett, nem volt még kereskedelmi árucég, se nem lehetett hova vinni. A Dunától már egy kicsit másabb volt, itt a kolostorok létesítettek, a kereszténység létesített halastavakat, haltató piszcinákat, itt nevelték a halat, vagy a halászat jogát adták oda. Tihanyi apátság alapító levelében már halászó helyekről rendezkedik. És hogy miért volt ez rendkívül fontos? A vallások nagyon jól látják, hogy az előírásaikban mi az, ami fontos egészségügyi szempontból, hogy a vallásos embert megőrizzék. Mondhatnám azt is, a muszlimok sertési fogyatási tilalma, azon az éghajlat jövőn bizonyos sertés egy veszélyes. És mondhatnám azt, hogy a keresztény kör mindenütt elfogadta a halat. Miért is fogadta el egyetlen fehéreként, amelyik nem fogyasztható a bőrbe? Mert rájönnek arra, hogy a 120 kilós apát uram, aki minden nap nyúlpecsenyét tehet, az 50 éves korában már mászik, mi már tudjuk, hogy a bomló húcsa meg a purin szétszette az ületeit, ellenben a kódoló barát, aki csak 60 kiló, és két szágított keszeggel kódul egész nap, az 80 éves koráig tudja az Úristen szolgálni. Hát ugye megvan az oka annak, hogy mi miért történik. A hal az a legautentikusabb étele a kereszténységnek. Ugye Jézus a kereszt jele után rögtön a hal jele volt az, ami megkülönböztetjük a római
római korban a kereszténységet. És nem véletlen, hogy Jézus nem bárányokat szaporított és nem húst, hanem halat szaporított a bibliai mondás szerint. És hozzá persze volt is, ez egy okos szokás volt, ha arra magyar, ha arra bor, mondhatnánk most így egy kicsit viccesen, de komolyra véve a szót, én azt gondolom, hogy azért az eredmények nem kicsik, hiszen mondjuk 1990-ben 2,5 kilogrammnyi halfogyasztással indultunk, most 6 kilót fogyasztunk. Nagyon kevés a 18-20 kilós európai vagy világátlaghoz képest, de nagyon sok ahhoz képest, hogy mondjuk a magyar húsfogyasztás mintegy 30%-ot esett. Tehát én hiszek abba, hogy folyamatosan, jó munkával, egy kis odafigyeléssel és tudatosabb fogyasztással. Tessék megnézni inkább, hogy mit teszünk. Ma már nem mennyiséget kéne ennünk. Drágán és jó minőséget. Mindenbe a drága jó. Szóval a kínai póló nagyon jó egyszer, azért, vagy kétszer, vagy ötször, de azért, hogyha veszünk egy névús pólót, azért azt 50-szer lehet kimosni. Hát a szervezetünk is ilyen. Meghálálja a gondoskodást, meghálálja a vitaminokat, meghálálja a teljesítékű táplálékot. Fantasztikus dolog az, hogy a halban minden ásványi só, minden olyan aminósav benne van, ami fontos az ember számára. Tehát van vitaminokkal a friss hal. És Magyarországon bárhol elérhető a friss hal, egy-két órán belül van minden nagyobb túlgazdaság körül, város, ellátási láncunk jó, élőhaltól a feldolgozott, és szerencsére már sok helyütt lehet kapni. Ha egy kicsit törődik az ember a saját egészségével, akkor odafigyel arra, hogy legalább egyszer egy héten halat fogyasszon. Nos, azt hiszem, hogy jó úton járunk, legalábbis a Réti Majori Aranypont Halország jó úton jár. Tehát a kulcs szó a marketing. Igen. Ugyanakkor mit tesz a multifunkcionális halgazdaság ura, Halország fejedelme a hétköznapokon azért, hogy ne csak az adventi karácsonyi ünnepkörben legyen népszerű a hal, hiszen azért a hétköznapok a felelősek itt. Hát a halászcsárdánk az többek között azért lett, hogy ezt a halfogyasztást népszerűsítsük. Itt azért általában 10 olyan emberből, aki azt mondta, hogy hát köszönöm szépen, ha valami más is van, akkor inkább azt tennénk. Amikor kihozzuk ezt a ropogós halcsipszet egy kis fokhagymás tejfölös mártogatóval, véletlenül majdnem mindenki megeszi. És 10 halat nem szeretőből 8 rászok. Ez halból van? Igen, ez halból van. Tehát egy kicsit teszünk azért, hogy a konyha kultúra az előrébb haladjon, például azzal, hogy évente rendezünk valamilyen címszóval főzőversenyeket, ahol recepteket cserélünk, ahol társaságok verődnek össze, ahol elmondják egymásnak a tükjeiket, és azzal, hogy Réti Majornak híre lett, mint halfogyasztónak, és hála Istennek már szombat-vasárnap helyet kell foglalni. És örülünk annak, hogy jön egy társaság, akkor már nem a vegyes sültes tálat kérik, ahol a pulykától a szarvasmarha gombócokig bármi kapható, vagy éppen sertéskaraig, hanem ha lehetne a halastálat, és egy kis sántott sajtot hozzá. Jónak tartom azt, ahogy alakul a fogyasztás, és hát én büszke vagyok arra, nyugodtan mondhatom, mert ez nem reklám, hogy a lányom, aki egyébként egy nagyon jó gasztróérzékkel megállott asszonyka, aki egyébként nem tanulta a szakács művészetet, az ország első halbisztróját alapította 6-8 évvel ezelőtt, a hal kakast, amelyik Budapesten berobbant, és most hála Istennek nagyobbra kellett cserélnünk, el kellett költöznünk, mert nem fért el a hal kakas a maga kis helyén, ahol a Váci utca környékén volt, most át kellett költöznünk a Dohány utca és Zsinagóga térségébe, oda a Dohány utca és a Diófó utca sarkára, és boldog volt, amikor láttam, hogy a nyitás napján már tele volt teljesen, és ott csak hal van, semmi más, csak magyar hal. És ez egy óriási dolog, hogy meg tud egy üzlet úgy élni, hogy nincs benne rántott sajt, libacom, semmi sincs benne. Csak hal és halból készült ételek. És én magam is egy olyan halászt létettem náluk, amit egyébként tájföldi módon készítettek, mert ők semmit nem csinálnak hagyományosan. Az a városi konyha, megmondta, hogy apa, te vagy a halcsapőkött, a rántott hal meg a halászlé, én nem. Én kérlek szépen, majd megcsinálom ezt. Fülöp-szigeti módra megcsinálom, indiai módra körivel vagy sáfránnyal, megcsináljuk francia módra a hallevest, megcsináljuk paradicsomosra, marszai módra, és már meglátod, hogy mennyi vevő lesz. Hát, köszönöm szépen. Tehát van ennek hozadéka, oda kéne egy kicsit jobban figyelni ezekre, ha én kérhetnék mondjuk egy kis központi figyelmet arra. Csak gondolj bele, ha végigmész egy budapesti nagy utcán, találkozol az indiai étteremtől kezdve a tanzániaig mindennel, de kebabbal, pitával, nem is tudom miten kimondani ezt az ételt, mondjuk ki fogod vágni, kérdez, pizza. Hát annyi több pizzázó van, meg dönnel, kebabos van. Hol van már egy magyar franchise lánc? Hol van? Tudsz te egy pörköldéről, ahol 30 féle anyagból lehetne pörköltet főzni? Ez volt a lányom ideája, alig tudtam lebeszélni, hogy ne azt csinálj, hanem egy halbisztót, hát abba vagyunk jó halba.
tudsz még 10 jó halas étteremről? Nem. Szágos, néhány étterem. Hát miért nem ezeket támogatjuk? De mondhatnám azt, hogy nincsen egy magyar sertéshúsa épülő csárdalánc alatt se, meg csirkehúsa se. Tehát valahogy a saját gasztrokultúránk az olyan félszeg maradt. Itt van a világ minden tájáról mindenki. Ezek a csodálatosan új konyhák, meg a világon ismert szakácsaik fantasztikus dolgot készítenek. És mi magyarok miért nem veszük elő a saját értékeinket? Érdekes a kérdés minden esetre. Tehát az bizonyos, hogy nem az ivadékneveléstől a hálóig, a halászhálóig tart a halgazdaság, és ez nagyon is jól van így. Elmondtad, hogy Réti Major ma hogy történik ez? Kivonatosan, természetesen. Ugyanakkor a szaktárca, illetve a kormányzat mit tesz ezért, hiszen elindult egy folyamat, a 27%-os áfa csökkentésre gondolok, igen, a tej, tőke, hús, friss tej, nem sorolom, és most januártól úgy tűnik, ez az 5% bejött a hallgazdaságokba is. Ez egy remek lépés. Már nem úgy tűnik, hála Istennek ez már tény, ez már törvény, és a legjobb lépések egyike, és ennek több ága is van. Nagyon örülök annak, hogy bejött, mert pont a nagy gazdaságok azok, akik vergődtek a 27%-os áfa csábításának ellenállni nem tudó kisebb gazdaságokba. Gondold el, hogy amíg a halászat éves jövedelme a mezőgazdaságban a legkisebb, 4,5%, 10 év átlagában a NAV-nál kimutatott jövedelme a belföldi halászatnak, addig a 27% áfa az nagyon nagy vonzerő. És nem nekünk, mert nekem ez nem csak elvi kérdés, hanem egy ekkora cégnél ezt nem lehet megcsinálni, és nem is akartuk soha. De azért versenyezni kellett azokkal a kicsikkel, akik a maguk 10-20-30 hektárjával nyilván családi gazdaságot működtettek, és még legalább 5 lehetőségük volt arra, hogy sokkal olcsóban tudják adni a halat, mint mi. És nem számított a minőség, mert olcsó a hal. Nekünk minőséget kell csinálni, és mennyiséget. És egy biztonságos piaci ellátást meg kellett tanulnunk például utolsó 10 évben télen-nyáron halászni. Nem elég, hogy ősszel lehalásszuk, azt eladjuk majd karácsonyra. Nem, messze nem erről van szó. Heti 10 tonna halat kell adni a piacnak, akkor, amikor horgásszezon van, idegenforgalom, amikor csárták nyitnak, amikor pörög, amikor bajai halászati napok vannak. Tehát ez egy egészen más struktúra, óriási segítség, hogy 5%-ával. Kifejlődik az ágazat, nincs egy szerencsétlen versenyhelyzet, ahol egymással civakodunk, hogy most miért vagy ilyen tettű, és miért ennyi adod ezt a halat. Másik nagyon fontos, horgászok. Közel 400 embert érint a horgászat. Az áfát eddig nem tudták visszaigényelni. Most gondold el, hogy aki vehetett egy kis egyesület 10 mázsa halat, most tud venni 12-t. Az rögtön kézzel fogható 20%, az rögtön azt jelenti, hogy sokkal több horgász lesz, több halat fognak fogni, több hal kerül az étkezésre, hiszen ami a horgász vizekbe kerül, azt kifogják és megeszik, hála Istennek, ez így működik. Tehát ez a második pozitív hatása. És a harmadik, én ugyanazt látom, hogy a kereskedelem, hát annak az étvágya korlátlan, ezt azért tudjuk. De a kereskedelem is belekényszerül abba, hogy lejjebb vigye az árakat. Mi nyilván nem fogunk az áfával visszajönni, és mi a termelői árakon nem változhatunk fölfelé. A kereskedelem remélem egy 12-15%-ot meghagy abból a 22-ből, amit kaptunk. Tehát ha valami okos intézkedés volt a halfogyasztás ösztönzése érdekében, akkor az áfa volt. Tehát mindenképpen a kormányzat, a hallgazdaságok, a ez szakmai szervezetek jó, és a fogyasztó kézen fog ez járni. Mindenki, ez teljesen, ez így van, ez teljesen így. Beszéljünk a védjegyről. Ez egy új dolog, és azt hiszem, hogy rendkívül fontos, hogy ha valamit vásárolunk, akkor tudjuk, hogy az, ami. Ez nagyon fontos dolog, és én örülök annak, hogy még akkor is, ha úgy gondolom, egy kicsit késve került elő. Nagyon fontos, hiszen a hallak kapcsolatban áramul az volt elő, jaj, olyan büdös iszap szaga van. Mi már évek kezelőtt csináltunk egy olyan molyonót, amire az volt ráírva, hogy minőségi magyar hal az ön egészségére, származási hely. És mi kiírtuk a nevünket, hogy ez az aranypontól származik, ebből a túlgazdaságból, és itt lehet reklamálni valakinek valami baja van. Vállaljuk a minőséget, és ezt kell csinálni mindenhol. A minőségi magyar védjegyet elindult a minisztérium, nagyon örülünk neki, egy csodálatos kezdeményezés, és ami még ehhez egy kis hozzáadás is, hogy finanszírozza is 3 évig ennek a mi termékpályákon keresztül a fenntartását, hiszen egy ilyen védjeggyel azért vizsgálatok járnak, az nem úgy van, hogy pályázik valaki és megnyeri, annak van egy
egy helyszíni vizsgálata, annak van egy termékpálya vizsgálata. Hol született, mivel etetted, mennyire nyomon követhető, milyen minőségű vízbe, vettél észapmintát ebbe az évbe. És a legutolsó az, hogy milyen adalékanyagok vannak esetleg a halba, amiket nem szívesen látunk, például mekkora zsírtartalma van, vagy nehogy Isten van, amilyen vízből származó mellékíz előfordul ebben. Ez egy komoly munka. Én azt gondolom, hogy kb. 30-40%-a fogja tudni az országnak megpályázni ezt a halászatának és elérni. Nyilván egy nagy az belekényszerül ebbe, és örülünk is neki, hogy kényszerítsük ki a minőségversenyét. Ne lehessen rossz ízű halat a piacra adni senkinek, és aki rossz ízű halat vitt a piacra, azt el lehessen érni, és el lehessen vonni a vénegyet tőle. Fontosnak tartom, és legalább annyira fontos az, hogy végre magyar termékeknél kezdjük ezt bevezetni, legyenek magyar prémium termékek, hogy a fogyasztó, aki tudatosan vásárol, egyre több van, hála Istennek, főleg városokban, az tudja, hogy amit a pénzért megvett, az egy minőségi magyar termék. És olyan rendszer áll mögötte, ami garantálja a minőségét is. Ha összefoglaljuk ezt a beszélgetést, akkor mi kell ahhoz, hogy ne csak ponty és harcsa kerüljön az ünnepi asztalakkal? Nagyon sokat tettünk már azért. Azért meg kell mondani, hogy a magyar halászat ma 18-19 ezer tonnányi piaci halat bocsát ki. Ennek a 70-75%-a a ponty, és emellé még jön a többi az növényevő halak, keszek, kárász és ragadozók. És ehhez még jön azért közel 4000 tonna ma már, ami afrikai harcsából, tokféléből, pisztángokból áll. Tehát az intenzív termelés Magyarországon, hála Istennek, nagyon jó beindult, 17 telepünk van, és ahogy mondtam, volt 3900 valahány tonnát, 16-os szám nyilván még nincs, de 17-es szám, 16-os szám, erre még szerintem 2-300 tonna rájött. Én azt látom, hála Istennek, hogy az én életemben gyökeresen átalakult a halászat. Egyre több ilyen tudatosan tervezett, nagyon jó minőségű vízzel gazdálkodó intenzív telep van, egyre több a feldolgozott haltermék. Ennek a EU által generált támogatási ciklusnak például, ami 17-től tart 20-ig, vagy 22-ig, ennek a ciklusnak például egy nagy célkitűzése a feldolgozottsági fokjavítása. Egy csomó feldolgozó épül, a régebbi feldolgozókat rekonstruáljuk. Tehát én úgy látom, a halászat jó úton van, köszönjük szépen. Ami nagy szép fájdalmunk az, hogy azokat a támogatásokat, amiket megkapott a mezőgazdaság, és évek óta, évtizede megkap, ezek a területhez kötött támogatások, az állattartáshoz kötött támogatások, azok közül mi teljesen kiestünk. Ez nem magyar kormányzati probléma. Sajnos az EU-ba jártunk úgy, hogy besoroltak bennünket Közép-Európát abba a tengerhalászatba, a legtába, ahol nem ismerik a fogalmainkat, ahol nincsenek területek és nem támogatható egy terület. Ott vonóerők vannak, hálóhosszok vannak, kiméleti zónák vannak és nyomonkövetés van, és mi beleestünk ebbe, most folyik éppen egy magyar kezdeményezés, Erdős Norbert fölvette, hála Istennek, ezt a Gecsőteus képviselő, hogy megpróbáljuk megértetni az Európai Unió Halászati Szakbizottságával, hogy a közép-európai mintegy 250 ezer hektárnyi területtel rendelkező cseh, szlovák, magyar, román halászat, az nem a tengerhalászat része, mi a mezőgazdasághoz tartozunk. Ha mi annyi pénzt kapnánk, mint amennyit a mezőgazdaság kap egy hektár 50-70 ezer forintot, akkor mi boldog emberek lennénk, de mi nem kapunk egy fillért se ezekre a tényekre. Arról meg nem is beszélve, hogy óriási mennyiségű védett állatot tartunk el. A teljes védett állomány kategóriának mintegy 65-70%-a vízhez kötött életű, mindenki nálunk eszik. És ki nem kvótán egy fillért se? Hát mi halászunk. Reméljük, ezen tudunk változtatni. Mennyit segít a kormányzati intézkedés, hogy a hektáronkénti 25 ezer forint a vízháztartásból megmarad? Nem, ez most úgy működik, hogy 11 év után, amíg vízdíjmentesek voltunk, tehát a vízért két módon kell fizetni. Az egyik, az úgynevezett állami járulék, ez a vízkészlet járulék. Ezt az állam saját hatáskörbe dönti el, hogy ez hogy szabja ki, milyen használati díjat kell fizetni az atomerőműnek, az öntözőnek, az ebből fűtés megvalósítónak, ez volt a vízkészlet járulék. Ezt egy fél éves, három éves harc után sikerült elérnünk pont a Magyar Agrárgazdasági Kamara segítségével, hogy ez most olyan keretek közé került, ahol gyakorlatilag hát csak nagyon kevesen terhelődnek meg ezzel a díjjal. A másik még előttünk van, a belügyminisztériumhoz tartozik a vízgazdálkodás. A vízgazdálkodásnál van a víz díja és a víz szolgáltatás díja. Ez az azt jelenteni, hogy mennyi jut el hozzám ez a víz.
ide hiába folyik gravitációsan be, ennek költségei vannak. Ezeket 11 évig az aktuális kormányzatok átvállalták azért, mert a magyar vízkincs nagy része napokon belül kifolyik az országból. Elemi érdekünk a minél szélesebb körű felhasználás, a termék adózzon, és ne kopasztuk meg a csirkét már előre. Ha megmaradt volna az eredeti konstrukció, amit tavaly bevezettek egy Európai Uniós fiszkált irányelv nyomására, ha ez megmaradt volna, akkor a magyar halászat egyetlen év alatt tönkre ment volna, mert annyi nyereséget nem termelünk, mint amekkora a vízzel járó fizetési kötelezettségek lettek volna. Azt hiszem Magyarországon nem kell magyarázni, hogy mit jelent az asszály, tavalyi év után különösen, mit jelent a vízzel való gazdálkodás, mit jelent, hogy a víz által megtermelhető termék tömegnek a munkahelyteremtő, a gazdaság élénkítő, az árutermelő kapacitás lényege, és nem is érthető az, hogy egy olyan országban, ahol több víz folyik ki az országban, mint amennyi befolyik. Mi a fenéért kell a vízért fizetni? Szerencsére a többi ország, a közép-kelet-európai országokat is végigképzettem, mindenütt az az elv, mint nálunk, hogy van egy jelképes összeg a vízhasználaté, hiszen az EU vízkelet irányelv ezt írja elő, mint versenysemlegességi tényezőt, de ebből senki nem képez akkora terhet, amely agyonnyomná a gazdálkodót, legyen az öntöző, rizstermelő vagy akár halász. Nos, karácsony közeledik, harmadik vasárnap után vagyunk. Egy karácsonyi gondolatot kérek. Hát ugye a karácsonyi gondolat nyilván, mint halas tudom mondani, az, hogy én azt kívánnám kedves mindnyájunknak, hogy a hal ne az ünnep étele legyen. Minden nap, amikor halat eszünk, az legyen ünnep. Sok kis karácsony, sok szép pénteket, sok szép nyugalmat, sok szép egy családi összeülést, egy kondér halászlén mellett, és mindent, amit a hal egyébként valaha is jelentett az emberek életébe, az összetartást, a szaporaságot, a sok pénzt, a halpikkelje, hát azt kívánom kedves mindnyájunknak. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk 2018-ban. Boldog új évet kívánok, viszontlátásra!